Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, a Warframe, áldott legyenek az istenek az égben. Miről beszélgetünk a mai videóban? Melyek azok a kulcsfontosságú Warframe-ek, amelyek meg kell legyenek ahhoz, hogy a Warframe-ban gyorsan és hatékonyan terjedj. Szekciókra fogjuk ezeket osztani, ahányra szükséges, egyes szekció, kettes szekció, három szekció és a többi. Fogunk beszélgetni mindenképp ugye a Warframe-ekről, fegyverekről és néhány modról, amelyek szükségeltetik ahhoz, hogy gyorsan, hatékonyan és egy stratégiában fejlődj a Warframe-ben, hogy ne érezz úgy, hogy mindig le vagy maradva. Mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat kapom azt a kérdést, hogy melyik Warframe-et ajánlom ide, melyik Warframe-et ajánlom így, melyik fegyvert ajánlom, és most, hogy ezt a kérdést egybe megválaszoljam, miért is ne beszélhetnénk így a Warframe-ben, hogy mi, melyek a kötelező Warframe-ek? Oké, melyek azok a Warframe-ek, melyik meg kell legyenek, hogyha a Warframe-ben fejlődni akarsz. És most direkt hagytam itt kint a kis drága Excaliburomat, jaj, hogy egyen meg a cuki fejét. Mert hogy, tegyük fel, az Excalibur-t választottad, elkövetted a hibát, úristen, Excalibur, vagy volt, vagy meg. Mindegy, azt választottad, amelyik jutott neked, az jutott, az a lényeg, és most itt vagy, és nem tud mit csinálj vele, mert hogy szegény, esik el, főleg amikor már kezdesz bele belejönni a nehezebb pályákba, kicsit nehezebb ellenfelek, a fegyverek már nagyon nem hatékonyak, és esik el, de a három között talán az Excalibur-ra még mindig a legkönnyebb játszani. Nos. De mégis ugye elindulsz a Warframe rögös útján, és melyik legyen a következő Warframe-em, nem tudom mit csináljak, és akkor írsz nekem egy levelet, hogy melyik Warframe-et ajánlom még kezdőknek, vagy melyik Warframe-et ajánlom másodiknak, vagy melyik Warframe-et ajánlom tizediknek, melyik Warframe hiányzik még nekem. Én tudjam, hogy melyik Warframe hiányzik neked? Hát akkor most tudom. És akkor most jöjjenek a kötelező Warframe-ek. Ha ezek a Warframe-ek nincsenek meg, akkor ne is írjál nekem levelet többet, hogy melyik Warframe-eket akarod. Na, köszönjük be a srácoknak. Hoppá. Jó. Nos, éve Warframe. Hajnali 6-kor. Na jó, csak vicceltem. Warframe. Mely Warframe-ek legyenek meg kötelezően, hölgyeim és uraim? Tehát megválasztott az alap Warframe-et, Excalibur meg vagy volt, és a következő Warframe, amit mondjuk egy kezdőknek meg kell szerezni, és nagyon jó jön, ha ott van a repertoárban. Főleg azért, mert egy nagyon jó crowd kontrollos, illetve slash tankosabb karakter, de mindenképp legyen meg, mert csapatszinten segíteni tudod a csapatodat, ezáltal, hogyha publikban játszol nem ismerősökkel, kihúz a bajból mindig, mivel hogy nagyon jó crowd kontrollos, az a Rhino lesz. A Rhinót meg kell szerezni. A Rhinót azért kell megszerezni, van róla videóm, hogyan játszunk Rhinóval, nézzétek meg, az ott fellelhető buildet használva a Rhino ki fog tudni húzni a bajból nagyon-nagyon-nagyon sokáig. És megkönnyíti neked azt a gondolkodást, hogy vajon melyik Warframe-et vigyem, különböző defenszekre, vagy akár egy szóló mobile defense-re, vagy bármire, ahol tömeget kell szabályozni. A Rhino lesz az első karaktered az Excalibur mellett, de az Excalibur az elején például még esedékeny, de hogyha volt vagy meged van, akkor Rhino mindenképp, mert tömegszabályozó képessége miatt nagyon jó tud lenni, hogy miről beszélek, nézd meg a Hogyan játszunk Rhinóval című videóban. A következő Warframe, amit meg kell szerezni az elején, és az rögtön utadba is esik, az a Valkür lesz. Miért a Valkür? Habár nem feltétlenül muszáj, inkább az ultia miatt, de a Valkür az úgy, mivel hogy változtattak végül is az évek alatt, annyira nem feltétlenül muszáj, de egy tankos karakter, ami gyakorlatilag jó, ha ott van a repertoárban, de az első mindenképp Rhino. Rhinót meg kell szerezni. De hogyha ne a Valkürt szerez meg másodiknak, hanem kerülj be egy dojo-ba. A Warframe szempontjából fontos, hogy bekerülj egy dojo-ba, nagyon sok előnyhöz hozzájutsz. Bekerülsz egy dojo-ba, és a Rhino után, tehát a Rhino után a másik karakter, amire szükséged van, az Wukong lesz. Wukong, hölgyeim és uraim,
über brutál tank karakter. Róla is van videóm, Facebookon is van fönt bildem, mini videó, minden a Wukong nagyon erős tank karakter képességeiből adódva, és van egy érzésem, azért is került be a dojóba, hogy a kezdők is elérjenek egy nagyon jó, nagyon erős, könnyen modolható tank karaktert, tegyük fel a Valkür helyett. És úgyhogy Wukong kell nektek, srácok, Wukong, de tényleg. És megvan az első szóló, erősebb egyelőre, illetve sok szempontból erősebb, mint az Excalibur meg volt tank karakteret, amiket szólózhattok Survivor-ökön például. Tehát már le van fedve gyakorlatilag a defense, mobile defense és szóló küldetésekre a dolog. Ugyebár. Most a következő dolog, hogyha már itt tartunk, tegyük fel, fedjük le az exterminate küldetéseket is, tehát. Rino Wukong után a következő karakter, amit ki kell farmoljatok, és kötelezően meg kell legyen, az az ember. Na most lehet, hogy egyesek egyetértek, egyesek nem. Én az embert viszem például egy solo exterminate, tök mindegy, hogy level 1 vagy level 100, nálam az ember a favorit, mert van neki egy augment módja, amivel tömeget nagyon jól tud szabályozni, tehát ráesik a tűzöső az emberkékre, és elesnek, stb. És akkor fegyverrel be tud fejezni a többit, ha esetleg nem haltak bele. De az ember az a damage-esed lesz, addig, ameddig mondjuk az Excaliburot, ha azt választottad fel, nem erősödik. Tehát az ember lesz az első damage-es karaktered, amivel például már fókuszpontokat is tudsz farmolni, hogyha arról van szó. Szóval már három Warframe-nál járunk, az alap Warframe-nél, ugye Rino, Wukong, ember. Őket meg kell szerezni, ki kell modolni, nagyon jó karakterek. Tehát már megvan a damage-es karaktered, és mostanra már gyakorlatilag kihúztál 1-2-3 frame-et plusz fegyvereket, úgyhogy egész jó haladsz a mastery rankkal, ugyebár. A következő Warframe, amit meg kell szerezned, az a Frost lesz. A Frost nagyon erős ultimate képességgel is rendelkezik, nagyon kis tankosabb karakter, de amiért neked kell, az a defense erőssége miatt. Amikor senki más nem fog hozni Frostot egy defense küldetésre, és neked kell az a valami, ami ott van az a defense küldetésen, és te gondolkodsz egy kicsit előre más helyet, és akkor Frostot fogsz hozni. Mert a Frost az nagyon jó defense-re a gömbje miatt. És nincs gondod. Nem kell másokra hagyatkoznod, hogy hát ha ő hoz egy frostot, vagy hát ha ők jól fognak játszani. Nincs para, neked van egy frostod, lerakod a gömbödet a megvédendő dolog köré, és el vagy intézve, onnan te véded, csapatodnak is nyújtod. Nem kell másokra hagyatkozz gyakorlatilag, hanem kiküszöbölöd az egészet egy frosttal. Ha erről van szó. Ha netán úgy döntesz, hogy Rinót viszel, és lehet, hogy lesz valaki, ha Rinót viszel, mert hogy nincs frostod még az elején, nincs para, mert a Rinóval egyet dobbantasz, és megáll a pálya. Tehát akkor is akad védelem. És akkor a társadat többet. Tehát a tömegszabályozás a Warframe-nek egy kis nyitja. Szóval, már itt vagyunk, tehát akkor Rino, Wukong, ember, Frost. Így ebben a sorrendezeket megszerzel, király van. A következő és nagyon kötelező, de nagyon kötelező Warframe, Trinity. A Trinity a gyógyítás királynője. Trinity-vel meg kell tanulni játszani, azért, mert ha van Trinity-d, bármikor, amikor odamész a recruitment chatfőre is, és valaki keres valamit, a Trinity majdhogy nem mindig ott van. És a Trinity a kapu, a nyitja ahhoz, hogy bekerüljél exkluzívabb játékban, úgymond a Warframe-ben, olyan játékokba, értitek, ahol valamit kérnek, mondjuk hosting, mit tudom én, E1 relic farming, need a Trinity, mert hogy egy defense-re mennék. Értitek? És akkor a lényeg az, hogy bekerülhetsz a Trinity-vel olyan játékokba, ahova általában specifikusan hívnak karaktereket, de a Trinity az szinte mindegyik játékban ott van. Ezért kell a Trinity. Tehát már le van fedve a defense-ed, az extermination-ed, le van fedve mobile defense-ed, már minden ilyen fasza játék küldetésfajta le van fedve, mindegyikre van karaktered, és az exkluzív játékokra való meghívási alapod is le van fedve egy Trinity-vel. Oké? Okay? Ezzel meg vagyunk. A következő
karakter, amit meg kell szerezni, és itt egy bizonyos és illetve jó, ha megszerzett, kicsit macera, de jó, ha értemész, nagyon jó, ha értemész. Necrosz. Necroszt meg kell szerezni. Nyersanyag farmolás szempontjából, mert eljön az az időszak, főleg itt még az elején, eljön az az időszak, hogy rengeteg nyersanyagra lesz szükséged, és kreditre, úgyhogy meg kell szerezni Necroszt, mert egy jó darabig fogsz vele játszani, mivel hogy mindent lootol, és neked nagyon sok lootra lesz szükséged az első szekciójában a játéknak. A következő Warframe, és azt mondom, hogy térjünk át most már a második szekcióra, oké? És itt már Master Rank 5 fölött kell lenned. És a másik, tehát ők lesznek az első szekció Warframe-jei, ugye? Rhino, Wukong, Ember, Frost és Trinity. Ja, és még egy Warframe-et beleteszünk az első szekcióba, mert ő is nagyon fontos. Az pedig a Loki. Oké? A Lokit meg kell szerezni, és le van fedve a Spy küldetésed is. Tehát 6 Warframe a kezdeti játékoknál, 6 Warframe-et meg kell szerezni, addig kell menni, amíg ezek megvannak. A Loki nagyon fontos, a legbalanszoltabb karakter az egész Warframe-ben gyakorlatilag, minden fajta küldetésre vihető, de tényleg minden fajta küldetésre vihető. Az első igazán szólós, csapatos, erős Warframe-ed lesz, amivel a legkényelmesebb lesz, egyszerűen az Loki lesz. Minden fajta küldetése elvihető. És őt is meg kell szerezni az első szempontban. Hogy milyen sorrendben szerzed meg őket, a te dolgod, de ezt a 6 Warframe-t meg kell szerezni. És le vannak fedve a Spy küldetéseid is a Lokival. Voilà, c'est fini. Akkor áttérve a kettes szekciójába a játéknak, a kettes fázisba a játéknak, az első Warframe, amit meg kell szerezned, az a Chroma lesz. És tudom, sokan azt hiszik, hogy a Chromát azért, mert hogy milyen tank és milyen sokáig bírja, ez így van. Csak hogyha nincsenek meg a módjait hozzá, akkor a Chroma nem annyira bírja, mint amennyire gondolnánk. Viszont ám, a Chroma jobb, mint a Necrosz mondjuk pénzfarmolásban. És ha valamire szükséged lesz Master Rank 5 és fölfelé egészen Master Rank 16-ig legalább, az a kredit. Kreditre kurvára szükséged van. Mert az zabálja a játék, és a Chroma hozhatja neked azt a kredit szintet olyan szinteken is, ahol a Necrosz már elesne, ha netán szólóról van szó. A Chroma egy, azon kívül, hogy egy fun Warframe rettentő sok kreditet tud termelni neked egy defense küldetésen, ahol bemész mondjuk egy eriszakkád oda, mindenki sokan járnak, bemész, lerakod a kis ultidat és várod a lóvét, csing, megvan oldva. Van kreditet, tehát. De ez már a játék második szakaszában, amikor már ezeket megszerezted, és már is egy jumpot tudsz adni a fejlődésednek, mert lesz kreditet, hogy legyártsad a dolgokat, és könnyedén tudsz farmolni. Nos, innentől kezdve azért már egy kicsit szabadabb a dolgoknak a lényege, tehát a Chroma után, amit én ajánlanék tank karakternek, és az, hogy még jobban kitoljuk a játék minőségét és idejét bizonyos küldetéseken, az az Inaros lesz, hölgyeim és uraim. Az Inaros nagyon erős tank karakter, nincs sok mondani, el van, van róla 600 ezer videóm, vagyis nem 600 ezer, de van róla videó, ugye. Az Inaros egy übererős tank karakter, ami nagyon sokáig bírja bármilyen küldetésen. A következő Warframe, amit előszeretettel ajánlok megszerzésre a játék második szekciójába, az a Nova lesz. A Nova az a kötelező karakter a másik szekcióban, amit meg kell, hogy legyen. A Nova nem csak azért jó, mert egy nagyon jó tömegszabályozó, de szintén egy olyan Warframe, ami exkluzivitást élvez játékokra. Tehát a Nova az is egy keresett Warframe, oké? Tehát egy keresett Warframe, amivel bejuthatsz egy csomófajta játékra. Ugyanezzel párosul a Nix, tehát Nova avagy Nix, a kettő valahol ugyanazon a szinten áll, a Nix-et is meg érdemes megszerezni tömegszabályozó képessége miatt. Hogy melyiket a kettő közül? Azért mondanám a Novát, mert hogy a Novát valahogy jobban elismerik, mint a Nix-et, vagy nem tudom, hogy mondjam. A kettő tök ugyanazt tudja egy bizonyos szempontból, de valahogy a Novára jobban nyitnak az emberek. Azt kell, hogy mondja, nem tudom miért, így alakult ki a Warframe-ben.
Na most, hogy valamelyik megvan a kettő közül, a következő karakter, amire érdemes rátenni a kezed, az a Woban, vagy Woban Prime. Na most a Woban az egy érdekes dolog, mert a Woban alerteken keresztül érhető el, szóval ezt idővel fogod megszerezni, de amire odaérsz a játék második szakaszába, vagy szekciójába, addigra lehet, hogy már meg lesz a Woban, és akkor érdemes összerakni. Tehát Woban van Woban Prime. Az igazság az, hogy a Woban Prime-ot előbb kiformolod, mint a Woban alertek bejönnek, úgyhogy érdemes. Na, Woban vagy Woban Prime? A Woban szintén egy olyan karakter, ami bevihet téged sok exkluzív játékban, hogyha arról van szó, hogy karakter specifikusan kérnek valamit a játékosok, hogyha hostolnak. Na, és azt mondom, hogy a játék még második szekciójába, akit még szeretettel ajánlok, mint egy erős és damage-es karakter, az a Sarin. És le vagyunk tudva a játék másik szekciójában a Sarin. Ezek mind olyan karakterek a másik szekcióban, ami egy meglendíthetik a Warframe-ben a karrieredet. A Sarin hatalmas, erős, damage-es, amit nagyon-nagyon sokáig lehet elvinni, hosszú ideig küldetése tovább, mint az ember, mert idővel többet is tud sebezni, mint az ember, ezáltal mondjuk több fókuszpontot farmolva neked, vagy hogyha a csapatod mellett ott van egy nekrosz, akkor tovább bírjátok, stb. Tehát a csapat szempontja, a csapatunk a szempontjából a Sarin az jobban és többet fog bírni, mint az ember. Szóval a Sarin az ember upgrade-je, így is mondhatnánk. Na, és a szakasz második szekciója le is van tudva, ha ezek a warframe-ok, amiket itt most helyből felsoroltam, megvannak neked, akkor kurva jó leszel, gyorsan fogsz tudni fejlődni a warframe-be ezeknek a karaknak segítségével. A harmadik szakaszra már tényleg lejön személyes döntésekre az egész, itt már benne vagytok kemény a játékban, megvannak a kötelező karakterek, és aztán innentől kezdve aztán választhatod, amelyiket akarod. Akiket ajánlok figyelmedbe a harmadik szakaszban, az Banshee, Mesa, Mirage, őket ajánlom figyelmedbe, figyelj rájuk, azt mondom, legyenek meg, mert hogy nagyon jó karakterek, és nagyon jó játékokat lehet velük lehozni. Fun karakterek, aztán ott lehet, hogy Ash, mit tudom én, Hydroid, Ivara, tehát bármi más lehet utána, de ezekre a harmadik szekciójában a játéknak, amit megvan ezek a kötelező karakterek, mindegy mit választasz, ezeket ajánlottam figyelmedbe. Nos, a következő dolog modok. És most visszatérve a játék első szekciójába, milyen modokat ajánlok, legyenek meg. Az első dolog, amire az játék első szakaszában és első szekciójában, amikor még kezdő vagy, tudnod kell, hogy helyből meg kell szerezned a sárkánykulcsokat, a Dragon Keyst, amit a dojokból tudtok kivenni. Megszereztétek a sárkánykulcsokat, és az első dolgotok el kell menni a Vault Runokra, ahogy mondják, Orokin Derelikbe a széfeket ki kell nyitni, és onnan kiszedni a legtöbb modot, az a legdurvább modokat onnan lehet kiszedni, és azokat onnan meg kell szerezni, mint Fleeting Expertise, Overextended, Narrow-minded, akkor bármi, ami onnan esik, Blind Rage például, szóval azokat a modokat, amit dob a Vault Runokból, mind meg kell szerezni, és nem egy futamot mész, hanem 50-60-at, 100 futamot mész, ami kiszeded, az onnan összes ott lévő ritka modot meg kell szerezni. Ez a játék első szakaszában kulcsfontosságú egy Warframe-es számára. Következő mod, amit meg kell szerezni, de kurva nehéz lesz, ezért én javaslom inkább a tradingen megvenni, az a Life Strike lesz. A Life Strike az lesz az a mod, ami segít a túlélésben ahhoz, hogy hosszú-hosszú ideig bírt bármilyen játékban. Tehát én azt mondom, hogy a Life Strike-ot, ha máshol nem, mert tradingen meg kell venni, de max 50 platnál többet ne adjatok érte. Tehát Lifestrike és nullás Lifestrike-ot, vagy csak egy csillagos Lifestrike-ot. Tehát mindjárt megmutatom, tehát Lifestrike.
Lifestrike mit csinál? Visszatölti az életedet, az a lényeg, hogyha nyomod a, mit tudom, hogyha csak a kard van a kezedbe, akkor visszatölti az életedet, hogyha nyomod az egérgombot, miközben kardozol. A Lifestrike megmenti az életedet. A Lifestrike-kal bírni fogják a karaktereid bármelyike, és ez lesz a másik szakasznak az egyik alapmódja gyakorlatilag, ami boostol arra, hogy jobban bírd a küldetéseket. Lifestrike. Na most. Jelenleg fellehető Warframe-ben egy olyan mod, aminek az a neve, hogy Healing Return, sajnos még nekem se sikerült megszerezni, mivel nagyon ritkán dobják, az Infestedek dobják, a Healing Return-t a Crawler dobja, az a kis mászkáló gombóc a földön, ők dobják a Healing Return nevű modot. Amit csinál a Healing Return, az, hogy slash damage-el sebzett enemin, ha rajtuk van a slash damage, akkor feltölt plusz 11 életet maximumon. Tehát életet tölt, hogyha slash damage van az enemin gyakorlatilag. És tehát ez a két mód, plusz a vaultos modok, ugye az Arokinder elégben, ez a két mód plusz a vaultos modok fogják a játékod másik szakaszában az erődet valamilyen szempontból adni, tehát a túlélést valahol biztosítsák, hogy így mondjam. Tehát a mondolás mellett meghosszabbítják az élettartalmat a küldetésbe. Lifestrike és Healing Return. Ajánlom szeretettel ezt a két módot beszerezni a vaultos módok mellé. Nos, nagyjából ennyit a modokról, mert úton útfélen mindegyik modot meg fogod szerezni, és csak erre akartam felhívni a figyelmedet, a Lifestrike és a Healing Return-re, és a Orokinder Reliktes Vault-ban felelhető modokra. Nos, fegyverek szempontjából ki mit választ? Hát figyeljetek, az elején valahol nagyon mindegy, hogy mit választasz, azt kell, hogy mondjam, tehát így nagyjából egy-két fegyverre fel tudom hívni a figyelmet, de tényleg mindegy, hogy miket választasz. Ajánlom figyelmetbe az elején, nagyon úgyse lesznek cuccait a boltort, gyakorlatilag Master Rank 3-tól, ezzel a fegyverrel én nagyon-nagyon sokáig tökre kihúztam, és nagyon-nagyon sok szakaszig bírtam vele, de mivel, hogy úgyis über kurva sok faszán fogsz rengeteget farmolni Prime alkatrészeket, akkor a Prime fegyvereket ajánlom. A Prime fegyverek olyanok, hogy amúgy se lehet őket nagyon eladogatni, mert hogy mindenkinek megvan belőlük, de hogyha megszerzed az első Prime fegyvereidet, mindegy, hogy ezért másodlagos vagy elsődleges, azokat használd a simák helyett. A simákat kixp-zed, használod addig, ameddig megszerzed a Prime változatot, és utána azt használod. Oké, tehát, és mindegy, hogy melyik. De például, ha már megvan a Healing Return mod, akkor már is tudjuk, milyen fegyvert érdemes használni. Kardoknál olyat, aminek nagy a slash damage-e, illetve képes beadni státusz esélyt, szóval státusz damage-et. Ennyi. Tehát el van tudva a fegyverek című történet, hogy melyik fegyvert elnök. Későbbiekben, ha elérjétek a Master Rank 12-t, ami aztán tényleg nem olyan tű, de hosszú idő, akkor egy fegyverre nagyon szükségetek van, és megint csak azért, mert a passzívja kreditet farmol, hölgyeim és uraim, Sekura Lecta. A Sekura Lecta passzívként kreditet farmol, de annyit, hogy az már pofátlanság. Az Inarossa vagy Necrossa kombinálva, hosszú ideig tudsz benn maradni küldetésen, és farmolni kreditet, a Necrossa elég egyértelmű, a Chromával elég egyértelmű, hogy miért kombinálva, miért jó ez a fegyver, és kurva sok kreditet farmolsz, mert arra szükséged lesz nagyon hosszú ideig a játékban. Ennyi lett volna Warframe Boost kötelező karakterek. Remélem megválaszoltam a kérdéseket, hogy melyik karakterek kellenek a Warframe-be. Szóval, srácok, következő videóig, ha van kérdésetek, tudni szeretnétek valamit, amiről beszélhetek a videókban, írjátok le, tegyétek föl, iratkozz fel, dobj egy lájkot, ha hasznosnak vélted ezt a videót. Következő videóig, sziasztok!